Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható február hónapban az oroszlán jegyében születetteknél? Ezt megtekintjük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kirakás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást. Akkor az passzol rád, az eseményekre, a helyzetedre. A díjam 3500 forint, ez megrendelhető e-mailen keresztül. Az asztrológiával kezdeném. Jupiter bolygó szerencsét hoz, hiszen a szerencse bolygója. De utal igazságra, gyakran mutatja az igazságokat is. Jupiter bolygó hatása alatt vannak lehetőségek javítani a dolgokon. Jupiter bolygó besugározza az oroszlán jegyét. Ez nem azt jelenti, hogy az oroszlán jegyében van, hanem küldi az energiát az oroszlán jegyéhez. Úgyhogy az oroszlán jegyében születettek, vagy akinek oroszlán jegye az aszcendentus, kapja ezt a Jupiter energiát, ami szerencsét hozhat. Február 1-én új hold lesz. Itt az a fontos, hogy húzódj vissza, meditálj valami felett. Itt a célokról van szó, egy konkrét célról, és gondolkodj el azon, hogy tudnád ezt elérni. Február 16-án teli hold van, ami besugároz valamit. Mégpedig itt az a kérdés, ki vagy mi áll a középpontban, mi fontos jelenleg számodra. Február 3-án Merkur bolygó megáll, itt megállnak az események, utána előre halad, és ez érezhető lesz, hogy megy minden tovább. Február 4-én a Nap és Szaturnusz bolygó együtt hat. A Nap megvilágít valamit, itt tisztázni kell a dolgokat. Szaturnusz bolygó utalhat még korlátozásokra, de kihathat a sorsra is, hiszen őrzi a kármikus témákat, és Szaturnusz bolygó az a sors bolygója. És most megnézzük a kártyákat. Itt látható az élet utad, vagy a lelki társadnak az útja. Itt vannak a kövek. Ezek nehézségek. De lehetnek félelmek is. Úgyhogy február elején vannak még problémák, amit meg kellene oldani. Itt ez az ostor azt jelenti, hogy valaki megpróbál ostorozni téged, megbántani téged, és ez lehet ez a férfi, aki itt ezen a képen látható. Szerencsére megjelennek az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek vannak, azok felfalnak valamit, és az akkor nincs ott. Tehát az egerek eltávolítják ezt a helyzetet. Sőt, az egerek eltávolítják a felhőt is, ami úgy hat ki rád, hogy valami még átláthatatlan, különösen, ha te egy hölgy vagy. Hiszen itt vagy látható a képen, és a felhő, azon kívül a kulcs megjelenik a gondolataidban. Ez azt jelenti, hogy vannak terveid. Itt magabiztos vagy, hiszen a kezedbe veszed ezt a kulcsot, de valami még átláthatatlan, ez különösen döntéseknél nehéz. De mint mondtam, ez lezárul, erre utal a koporsó is, és az egerek segítenek abban ezt a felhőt eltávolítani.
Te ebbe az irányba tekintesz, és itt van előtted ez a négy levelű lóhere, ami szerencsét hoz. Itt látható az élet utad, ami kivirágzik. Ez más, mint itt ez a köves út. Tehát itt lesz egy változás. Sőt, itt látható ez a kereszt, ami kihat a sors utadra, hiszen most elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Előre, vagy hátra, balra, vagy jobbra, és itt lesz egy változás, ami szerencsét hoz neked, és mint itt látható, itt kivirágzik valami. A gyermekek utalnak akkor itt egy új kezdetre, és a csillagok szintén szerencsét hoznak. Amit ez a csillagkép mi jelent, az időpont. A megfelelő időben, a megfelelő helyen lenni. Ahogy a csillagképekben ez meg van írva. Tehát erre számíthatsz, és itt a madarak jelzik akkor a levegő elemét, itt lesz könnyűség, utal a kommunikációra is, és itt szívügyekről van szó, tehát szerelemről. De nem csak a párkapcsolatban lesznek változások, hanem itt vagy összefüggésben ezzel a horgonnyal. Persze ez a horgony jelentheti azt is, hogy ebben a párkapcsolatban le tudsz horgonyozni. Amit ez a kép még szimbolikusan jelent, ez a munka és a hivatás. Itt vannak a háttérben még gonosz emberek, rossz indulatúak, figyelnek téged. Ez téged így fogva tart a munkahelyen, ez a torony olyan, mint egy labirintus, ahol keresel egy kiutat, keresel egy lehetőséget, pontosan amiatt, hogy itt vannak a hamisságok. Azt is jelentheti ez a kártya, hogy ez nem a te hivatásod, tehát egy rossz munkahelyen vagy, de itt van a horgony mellett, a kártya mellett ez a kapu, és az jelenti, hogy itt nyílik számodra egy új lehetőség. És ez a koporsó azt is jelentheti, hogy itt lezárulnak ezek a hamisságok, vagy felmondasz, és keresel egy új munkahelyet. Amennyiben tanulni akarsz, amire a könyvek utalnak, és itt van ez az energia, ez a nap, ez nem a megfelelő időpont ezt elkezdeni, hiszen itt fogva érzed magadat, itt vannak még nehézségek, vagy egy hamisság a háttérben. Amit a könyvek még jelentenek, és ez a koporsó, ez a régi tudás, a bölcsesség, ez megvan nálad, viszont nem kapod meg ezért az elismerést. Mert itt van a hamisság, itt ez a torony, és ez az ostor szintén erre utal, mert ez fáj neked, hogy mások, azok megkapják ezeket az elismeréseket, és te úgy érzed, hogy a munkahelyen átnéznek rajtad, nem tudod bebizonyítani magad. De ez csupán a jelenlegi helyzet és a múlt, mert a közeljövőben, tavasztól fogva lesznek itt változások, és be tudod bizonyítani magadat, kimutatod a bölcsességedet, a tudásodat, a tehetségedet, és pontosan ez az energia, ami hat rád, és itt lesz egy szerencsés fordulat. Tehát szerencse a munkahelyet illetően, ezt hozza ez a változás, és szerencse a szerelmi témákat illetően is. A lelki társad és a férfiak itt láthatóak a képen. Ez a férfi elfordul a kártyáktól, úgy kifele tekint, és ez utal az jelenlegi tartására.
számára most minden olyan sok. Ő nem akar semmiről hallani, nem akar odafigyelni a dolgokra. Visszanéz, egyedül akar lenni, visszahúzódó. Itt látható ez a hegy a ház mellett, és az jelenti a problémákat, ami az otthonát, a családot, a rokonokat illeti. Viszont, ha megfordul, akkor itt van mellette a szerencse, itt lehet valamit tisztázni, erre utalnak itt a virágok, és lehet itt egy új kezdet, és ez a kutya jelenti a kapcsolatokat, ismerősöket, barátokat, és itt látható ez a fa, ami utal a gyógyító erőre, ugyanúgy, mint ez a kígyó, ami jelenti a megújulásokat, a változásokat, ezt a gyógyító hatást. Neki még időre van szüksége, mire ezt belátja, hogy itt javulni fog a helyzet. Ami összeköt benneteket, ez itt ez a virágcsokor, mert ő is, és te is egy vonalba vagytok ezzel a képpel, ez, ami összefűz benneteket. Ez egy kellemes meglepetés, vagy egy ajándék, de utal a te szépségedre, a nőiességedre, és itt ez a kártya jelenti a testi kapcsolatot is, és keresni fogja a te közelségedet. Amit ez a fa még jelenthet, egészségügyi témák. Itt meg lesz újra az életerő, javulni fognak a dolgok. Ami elmúlik, arra ez a kígyó utalhat, hiszen jelent gyakran egy nőt, és ez a kasza eltávolítja ezt a kapcsolatot. És itt van hozzá a remény, ahogy ez a hajó mutatja, vagy azt is jelentheti, hogy ez a hölgy külföldön él, ez egy külföldi kapcsolat, de ő lezárja a múltat, lezárja ezeket a kapcsolatokat. Itt meg lesz a szerelemben a könnyűség, egy új kezdet, és ez a kutya jelentheti a hűséget is. De amíg itt megindul valami, és kivirágzik az élet utadon valami, ez eltarthat tavaszig. Nem csak a párkapcsolatot illetően, hanem a munkát illetően is, mert tavasszal fog nyílni ez a kapu, ez a lehetőség, és itt lesznek fontos döntések, jelzi ezt, ez a kereszt, hiszen változások lesznek, döntéseket fogsz hozni, ami kihat a munkahelyedre, és kihat az anyagiakra is. Itt lesznek változások. Légy még kicsit türelmes, de látható itt a képen, hogy itt fordul valami, jóra fordulnak a dolgok, az egerek eltávolítják a felhőt, és ez a koporsó lezárja ezeket a témákat, a koporsó lezárja ezt a hamis munkahelyet, vagy ezeket a hamisságokat a munkahelyen, és ami a tudást, tehetséget illeti, ezt mutatni fogod, de jelen pillanatban légy inkább visszahúzódó, mert nem kapod még meg az elismerést, és akkor az fáj neked, és az elszomorít téged. És ez volt a felvétel február hónapra az oroszlán jegyére. És én kívánok neked egy szép napot és egy szép február hónapot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!